Magyarország kormánya számára kiemelten fontos a szépkorúak megbecsülése. Ezért tettünk ígéretet arra még 2010-ben, hogy megvédjük a nyugdíjak értékét. Eddig 5 alkalommal fizettünk nyugdíjprémiumot, és bevezettük a Nők 40 programot. A 2024-es év is jó hírrel kezdődik az időseknek. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben, az infláció letörése után januárban 6%-kal emelkedik a nyugdíj összege, így az átlagos öregségi nyugdíj várhatóan több mint 230 ezer forint lesz. Visszaépítettük a baloldali kormányok által elvett 13. havi nyugdíjat is, amelyet februárban szintén a 6%-kal megemelt összegben kapnak meg a nyugdíjasok. Ugyanilyen fontos feladat az is, hogy gondoskodjunk az idősek biztonságáról. Magyarország kormánya ezért vezette be az Európában egyedülálló, ingyenes gondosóra programot. Köszönjük a nyugdíjasok támogatását, 2024-ben is számíthatunk egymásra. Magyarország kormánya valóban megtartja a 2010-ben tett ígéretét, és kiáll a nyugdíjasok érdekeiért. Fontosnak tartja a nyugdíjas korosztály tiszteletét és megbecsülését. Nyugdíjasként érezzük a törődést, azt, hogy odafigyelnek ránk, és a lehetőségekhez mérten segítenek is. A mostani nehéz gazdasági helyzet az idősekre is nagy terheket ró. A januári nyugdíjemelés és a megemelt összegű 13. havi juttatás valóban segítség a nyugdíjasoknak.